Április 1-én sem ismerték a tréfát a Gyulasport U11-es csapatának tagjai a szombaton megrendezett körzetközponti régiós tornán, hiszen a gyulai fiúk ontották a gólokat a Békés Csaba UFC elleni találkozón. Ha kellett, hátul is jól zárt a védelem, és a támadások gyors felépítésével sem akadt gondja a csapatnak, nagyon gyorsan néhány húzásból felértek az ellenfél kapujához. 3-4 éves korom óta focizok. A csapatunk most nagyon jól megy, úgy érzem. Sok díjunk, meg érem, meg minden van. Somi Levente azt mondta, a futball nem csak szórakozás, ebből a játékból nagyon sokat lehet tanulni. Nekem azt tanította meg, hogy soha se adjam fel, mindig addig menjek, ameddig nyerni tudok. A Gyulasport játékosai ezen a tornán is jól küzdöttek, és sok látványos akciót vezettek. Ebben a korosztályban pont azért, hogy ne az eredménycentrikusság domináljon, még nem hirdetnek végeredményt, mert azt szeretnék, hogy az edzők és a gyerekek kizárólag a játékkal foglalkozzanak, élvezzék a futballt. A negyedik régiós torna ez idén tavasszal. Mi rendezzük a Gyulasportnál ezt a negyedik idei tornát. Jelenleg 8 csapat részvételével zajlik a torna, 4 különböző pályán. 2 csoportba osztottuk a csapatokat, és a mögöttem pont a Gyulasport U11-es csapata játszik. Hál' Istennek jó játékerőt képviselünk így a csapatok között, szinte mondhatni, hogy kiemelt korosztályunk van, és mindenkivel felvesszük a versenyt. A torna célja, hogy a régióhoz tartozó kiemelt egyesületek szinte hétről hétre ilyen tornákon, ilyen mérkőzéseken vegyenek részt. Zsurs Péter elmondta, ezek a tornák azért is hasznosak, mert a körzetközpontok csapatai ellen léphet pályára a Gyulasport, vagyis erős ellenfelekkel szemben mérhetik fel a fiúk, hogy hol tartanak.